A folytatásban pedig mozogjunk egy picit, mozdulj Nyíregyháza, elindultak a januári programok, több újdonsággal is. Hornyák Enikő a vendégünk, akit szeretettel köszöntünk. Hát rögtön itt azt látom, hogy lesz fit nőnap, fit húsvét, Béres Alexandrával, Katus Attilával, bringa piknik, családi kori. Na mesélj egy picit, mi minden csempésztetek be a tavaszi kínálatba. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, tényleg jól látod. Újabb órarend, újabb változások, természetesen megtartva a régieket, de becsempésztünk új eseményeket. Elsősorban próbálnánk a családokat megmozgatni, keddenként családi asztali tenisszel várjuk az érdeklődéket, szakoktatók segítenek, felszerelést biztosítanak, ez este 6 órától 7 óráig van a kertközhat szám alatt, illetve ami nagyon új, és reméljük, hogy népszerű is lesz, egyelőre már most az előzetes visszajelzések alapján nagy rá az igény, megnyitjuk a városi jégpályát, olyan értelemben, hogy szombatonként délelőtt 2 órában ingyen biztosítunk oktatót. Tehát azok a családok, akik nem tudnak korcsolyázni, de szeretnék ezt az időtöltést együtt kipróbálni, azokat is várjuk. Használják ki a lehetőséget, előzetes bejelentkezés szükséges, tehát mindenkit kérünk, ha úgy látja, hogy szabad a szombat délelőttje, hívja a számot, és akkor az oktatók várják. Ez tök jó ötlet egyébként, mert azt vettem észre, hogy sok helyen a gyerek szeretne korcsolyázni, de miután apa, anya nem tud, ezért nem tudják megtanítani korcsolyázni, és úgy vannak vele, hogy ó, nem kell az neked, így viszont akkor egyszerre akár az egész család megtanulhat. Igen, ugye, mint tudjuk, azért sok-sok éves, több évtizedes álom vált valóvá, hogy egy ilyen gyönyörű jégpályánk lehet, és ugye kimaradt több generáció, aki ezáltal nem tanult meg korcsolyázni. Ezért tényleg arra biztatjuk őket, hogy szülők, de akár nagyszülők is jöjjenek el, és ha elsajátítják az alaplépéseket, utána egész hétvégén maradhatnak és suhanhatnak a jégen. Ez nagyon jó kis ötlet. Menjünk tovább, fit nőnap, illetve fit húsvét. Ez két extra nap, ugye? Tehát ez kvázi ilyen bónusz, mint amit már megszokhattunk ősszel, illetve itt a karácsony környékén is. Igen, ugye március hónapban nőnap előtt Katus Attilát csábítjuk ismét Nyíregyházára, megmozgatja a testet, megszoktuk már tőle, hiszen Attila ugye már 2 alkalommal is volt tavaly Nyíregyházán fit esemény keretében, és reméljük, hogy idén is népszerű lesz és sikerül megtölteni a küzdőteret. Húsvét előtt pedig a húsvéti sonka előkészítésére Béres Alexandra tart majd egy 60 perces aerobik órát. Ő is már hazajár Nyíregyházára. Én azt láttam, hogy már szinte akkor elkezdtetek tárgyalni, ahogy véget ért a legutóbbi fellépése, és nem is gondolkodott, azt mondta, hogy ha nincs beírva a naptárba semmi, akkor biztos, hogy szívesen jövök. Igen, szerencsések vagyunk, mert minden oktató, aki eddig Nyíregyházán megfordult, és ugye azért ők tényleg országosan elismert, sőt nemzetközileg elismert, ugye fitness alakokról beszélünk, nagyon nagy örömmel jön Nyíregyházára, és szerintem egyrészt azért, mert az a szeretet, az a sport iránti elköteleződés, amit itt tapasztal város, az nem kérdés, hogy visszajöjjenek hozzánk, és még egy órát legalább velünk töltsenek. Azonnal igen mondtak, és minden programjukat ahhoz igazítják, hogy kedd este itt legyenek velünk. A régi jól bevált programok maradtak? Tehát a zumba, a gerinctorna, amik a legnépszerűbbek? Természetesen a legnépszerűbb programokhoz nem is merünk hozzányúlni, hiszen 5 év alatt bizonyították az arra járók, hogy teltházzal működő foglalkozásokról beszélünk. Egy módosítás van, a szombati fit yoga, mint láthatod, átkerült a Kölcsei gimnázium tornaterméből a Vasvári Pál gimnázium tornatermébe, pont azért, hogy még nagyobb helyen, még jobb körülmények között fogadhassuk azokat, akik ki szeretnék próbálni ezt a sportágat is. Nagyon sokan vannak. Ennyire népszerű? Gondolom, ott főként hölgyek járnak jogázni. Igen, népszerű. Tehát mi csodálkozunk is, ezért 180 fő is megfordul egy ilyen foglalkozáson, de átlagban 150-en legalább ott vannak. És amit tapasztalunk nagyon sok foglalkozáson még, hogy az az alázat az oktatók felé, az a figyelem, amit ilyenkor egy órán keresztül az ott megfordulók mutatnak, az valami hihetetlen, és ugye az oktatók pedig elvarázsolják az odajárókat. A gyógytornát nagyon dicsérik, meg a gerinctornát. Jól tudom, hogy te már kipróbáltad? Hát, személyesen? Igen, azért több éves tapasztalatom van már benne. Hihetetlen, hogy mit tud az ember szervezetével kihozni, tehát akár a tartás, a gerincnek a stabilitása által, és csak a saját testünkkel végzett feladatokon keresztül. Természetesen itt is ugye a szakoktatóknak a magas szintű képzettsége, ami által ez tényleg ilyen magas fokon és hatékonyan működik. Azt mondta az egyik ismerősöm egy ilyen gyógytorna után, hogy olyan helyen volt izomlázom, ahol eddig nem is tudtam, hogy van izmom. Tehát valóban ezt
tapasztalhatják, hogy mondjuk esésnél, vagy bárhol ezek az izmok, amikor megsérülnek, meghúzódnak, akkor esetleg megmenthetik azt, hogy komolyabb probléma legyen? Én már tapasztaltam, igen, hogy olyan helyzetekben is megmentett már saját tapasztalat alapján, de erről igazából a szakoktatók tudnak hitelesen nyilatkozni. Én csak saját gyakorlatomból tudom mondani azt, hogy ezek az mély izmoknak úgymond a megerősítése és magának ugye a gerinc oszlopnak a stabilitása által törhettem volna már jó párszor össze magam sokkal jobban, és azért, mert erős, és tényleg képzett, ezért megúsztam a nagyobb sérüléseket. Gyerekprogramok, illetve további családi programok? Úgy látjuk, hogy az ötödik év az egy kicsit ilyen fordulópont volt, mert a gyermekprogramok, ezek a mozdulyka programok is egyre népszerűbbé váltak. Tehát ugye elmondjuk évek óta, hogy milyen sokan járnak a zumbára, a gerinctornára, a jógára, de végre azok a foglalkozások is. Hát még nem telt házasok, tehát ezután is jelezzük, hogy lehet még jelentkezni, de a szülők elviszik, tehát iskola után vagy óvoda után beülnek a kocsiba, és azt az egy órát még a gyerek mozgására, egészségfejlesztésére fordítják, hiszen a hétfőn, szerdán tartott gyermektorna, illetve prevenciós luttap és gerinctorna is már ilyen 30 feletti létszámon működik. Nagyon népszerű a kölyök atlétikánk is. Tehát hiába a hét eleje van, és tudjuk, hogy mindenki rohan, meg tanulni kellene, de nagyon örömmel tapasztaljuk azt, hogy rászállják ezt a plusz egy órát. És szülők is ott maradnak, és nagyon sok pozitív jelzés is érkezett, hogy köszönik, hogy beindítottuk ezt a foglalkozást. Hát ez talán a szülőknek a felelőssége, hogy olyan pici korban, amikor mondjuk a gyereknek pont egy ilyen luttalpas történet van, akkor ilyenkor kell kezelni, hogy ne legyen később súlyosabb probléma, vagy amikor azt szeretné, hogy a gyerek egy kicsit többet mozogjon, többet sportoljon, akkor ott van az atlétika, ami meg mindennek az alapja. Igen. Tehát nagyon jó alapokat lehet elsajátítani. Mi a helyzet a funkcionális edzéssel, mediballal, ezek maradtak? Maradtak, igen, és folyamatosan jönnek a kérdések. Azt látjuk, hogy ezt is egyre többen ki szeretnék próbálni, hogy mit kell vinni ezekre a foglalkozásokra, hogyan működik. Ezért is most ismét megerősítjük, hogy igazából sportfelszerelésen kívül az elhatározás, az akarat kell, és felkészülni arra, hogy igen, itt a fizikai feltöltődés várható, illetve egy nagyon jó közösségbe kerülnek. Bármikor be lehet kapcsolódni, vagy célszerű ilyenkor az elején? Hát már most januárban elkezdeni mondjuk egy funkcionális edzést, mert utána becsöppenni, amikor a többiek már tök izmosak és erősek, te meg még éppen el vagy túnyulva, akkor nem biztos, hogy olyan kellemes. Az oktatók odafigyelnek arra, hogy azért személyre szabottan tudják differenciálni adott foglalkozáson belül. Tehát ha valaki azt mondja, hogy most nem tudom elkezdeni, de tényleg bennem az elhatározás, és jövő héten kezdem, mi azt mondjuk, hogy hajrá, menjen. A lényeg, hogy elkezdje, mert soha nem késő elkezdeni mozogni. Uh-huh. Meddig tart a mostani turnus, tehát vagy mostani rész, hiszen két szakaszban van általában Mozdulj Nyíregyháza. Június 2-ig tartanak az első féléves programok, és utána ugye nyári szünet, de reméljük, hogy ezért ebbe a 20 hétben mindenki nagyon sok mozgásformát kipróbál, megtalálja a neki leginkább tetszőt, és akkor nyári szünetben pedig folytatja akár, hiszen Nyíregyháza tele van szabadtéri sportolási lehetőségekkel, és ott egy kis sétával, futással, akár a kondiparkok használatával készül majd a szeptemberi folytatásra. Na most anélkül, hogy megsértenénk bárkit, neked van személyes kedvenced? Tehát amit mondjuk a legjobban szeretsz az összes program közül, mindig szívesen mész? Én, mivel ugye általában a munkaidő nekünk nem 4-5-ig, hanem 6-7-ig tart, én gyakorlatban a funkcionális edzés jellegű mozgásformát végzem, illetve ha az idő engedi, és még nem sötétedett teljesen ránk, akkor a szabadtéri futás, és ezen emellett pedig labdajáték párti vagyok. A sajnos ugye nem tudunk beletenni a mozgásrendünkbe, hiszen itt 50-60-80-100 főre kell készülnünk, és azért elég vicces lenne egy tornateremben 80 embert egyszerre kosárlabdázni látni, de akár még egyszer lehet ez is megoldható, akár hogy lesz olyan sportkomplexumunk. Igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, jó munkát nektek is, hiszen azért ez rengeteg munkával is jár, meg jó mozgást majd. Köszönjük akkor nektek szépen. Is, meg természetesen akik részt vesznek a Mozdulj Nyíregyházában.